Szép estét kívánok, tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Miskolc Egyetem szenátusa professzorai és valamennyi polgára nevében. Egyetemünkön már hagyomány, hogy az óévet a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet művészeinek előadásával zárjuk, és ez így lesz ezúttal is. Kérem, hogy most mindenki tegye félre a nehézségeit, a fájdalmait, a gondjait és a bajait. Mindenki szabadítsa fel a lelkét, hiszen olyan élményekben lesz részünk, ami ritkán adatik meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Így advent időszakában jó kívánságoktól hangos a város. Én sem kívánhatok mást, mint azt, hogy mindenki jó melegben, békében és boldogságban töltse el a karácsony ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új év várjon mindnyájunkra. Engedjék meg, hogy a bennem kavargó gondolatokat, e gondolatok kifejtéséhez segítségül hívjam Ady Endrét. Azért Adit, mert hozzám hasonlóan ő is egy kis faluból származik, és egy nagyvárosban élte le az életét. Adinak a Karácsony című verséből idézek. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének, az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. Bántja lelkem a nagy város durva zaja, de jó volna ünnepelni oda-haza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz, itt ezt gyermek szívvel a külvilággal kibékülni, szeretetben üdvözölni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem hallgassák a Zeneművészeti Intézet művészének előadását. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.